Nagy tisztelettel köszöntöm a BRS TV kedves nézőit. Augusztus közepén kezdte meg a felkészülést 2017-2018-as idényre a bajnoki címvédő és közép-európai ligagyőztes Linemár Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület. A szurkolók már a csapat első tréningje előtt a Szent István téren találkozhattak az átalakuló bajnokcsapattal. Ezúttal is több klub vette birtokba a főteret, hiszen többek között a dzsúdósok, a dácosok és a vívók töltötték meg élettel a város központját. A legnagyobb érdeklődés azonban a BRS-e érkezését övezte. Gyorsan körbevették a klub utánpótlás játékosai a csapat legjobbjait, akiknek ezúttal is számolatlanul kellett osztogatnia az autogramokat. A város bajnok csapata már több éve a Sport Hétfő elnevezésű rendezvénysorozat egyik állomásához köti a bemutatkozását. Egyféle közösségi programként jövünk ide, amint lehet látni, játékosaink a utánpótlás sportolókkal, illetve a szurkolókkal is tudnak találkozni, és megmerítkeznek már ilyenkor abban a fajta szeretetbe, ami itt Békés Csabán a klubot körülveszi. Sokat meséltünk már főleg az új játékosoknak erről, és ilyenkor személyesen is át tudják mindezt élni. A klub vezetése közben folyamatosan építi a következő szezon játékos keretét. Az egyesület leigazolta a magyar válogatott centerét, Dobi Edinát, valamint megtalálta új feladóját a szlovák válogatott Barbora Kosakova személyében. Dobi Edina vonatkozásában én azt gondolom, hogy ez nagyon jelentős nap a klub életében, hogy be tudtuk jelenteni ezt a szerződést. Edina az elmúlt 10 évben nagyon komoly külföldi tapasztalatot halmozott fel, ereje teljében lévő legmagasabban jegyzett magyar játékost, külföldi sztárklubok elől sikerült Békés Csabára csábítani, mindez önmagáért beszél. Nagyon sok örömük lesz benne is öröme a Békés Csabai szurkolóknak, hiszen játékával, személyiségével én úgy gondolom, hogy meghatározó szerepe lesz a következő idényben. Ugye Tálas Zsuzsi távozása alaposan feladta a leckét. Zsuzsi nem csak szakmailag, hanem emberileg is egyik vezére volt a csapatnak. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Európa egyik legnívósabb bajnokságába tudott szerződni. De természetesen az élet nem áll meg, ilyenkor a mi feladatunk az, hogy megfelelőképpen pótoljuk. Feladó nagyon fontos láncem a gépezetben, és kellő körültekintéssel választottuk ki, úgy érzem. Nagyon sok játékos nézett meg a szakmai stáb, elkezdtük az egyeztetéseket, és végül Barbora Kosakovára esett a választásunk, aki egy fiatal játékos, de komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik már, és bízunk benne, hogy a vezére tud majd lenni ennek a csapatnak, és nemzetközi porondon is tud segíteni a minél jobb eredmények elérése érdekében. A 23 éves, 178 cm magas játékos a pozsonyi klub neveltje, és a Brunóból érkezett Békés Csabára. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű tapasztalatszerzési lehetőség számomra, hogy itt játszhatok. A Békés Csaba egy nagyon jó csapat, több európai sorozatban is pályára lép, a MEVZ-ában, a CEF kupában, illetve a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Ez nagyon jó lehetőség számomra, hogy előrelépjek a karrieremben. Sokat várok ettől az évtől, mert csak jót hallottam a klubról. Azt hallottam, hogy nagyon sok szurkoló látogat ki a meccsekre. Remélem, hogy nagyon sikeres szezonunk lesz, és élvezni fogjuk az évet. A csabai játékosok többsége nyáron sem pihent a válogatottak programja miatt. Hát elég sokat dolgoztunk a különböző válogatottakkal, volt szerencsém a felnőtt B-keretben is edzőtáborozni, aztán később a saját korosztályommal az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készültünk. Úgy gondolom, hogy egész sokat dolgoztunk a nyáron, de azért jutott idő egy kevés pihenésre is. Nagyon kíváncsian várom a szezont, egyelőre ugye hát elsősorban azt is, hogy milyen edzésmunkával fogunk készülni, és elsősorban célként pedig azt, hogy minél többet tudjak játszani, ugye posztot váltok, úgyhogy ez egy hosszú és nehéz út lesz, de remélem, hogy sikeresen fogom menni az akadályokat. A BRS-e ebben az évben is több fronton harcol majd a minél jobb eredményekért. Így sok mérkőzés vár a csabai lányokra a következő hónapokban. A nyár elején meghívást kaptam a válogatottba Alberto Salamonitól, aki a BRS-e vezetőedzője is lesz az idén, és velük készülhettem. Ez hatalmas megtiszteltetés volt a számomra, ugyanis olyan játékosokkal dolgozhattam együtt, akik már nagyon-nagyon sokszor voltak a magyar színekben, és rengeteget játszottak külföldön,
Sokat tanultam tőlük, nagyon-nagyon-nagyon örültem neki, hogy ezt a 3 hetet velük dolgozhattam, és ekközben megismerhettem Albertót is. Úgyhogy a nyaram eleje így indult, aztán utaztunk a családommal Balatonra, úgyhogy megvolt a pihenés része is a nyárnak, úgyhogy szerintem kipihentem azokat a tavalyi munkát, ami bennünk volt, hiszen azért nagyon sokat dolgoztunk tavaly is. Biztos ez is egy kemény év lesz, hiszen nagyon sok nemzetközi és magyar porondon is ugye helyt kell állnunk, és elindulunk ugyanúgy a MEVZA-ban is. Szerintem nagyon-nagyon jó csapatokkal fogunk játszani, úgyhogy ehhez egy nagyon nagy, nagyon erős felkészülés kell, nagyon erős edzésekkel és kemény munkával. A csavai együttes 2 hónapos munka előtt áll. A válogatott Európa-bajnoki szereplésének köszönhetően az idei bajnokság október közepén kezdődik majd. Az együttes rögtön munkához is látott, hogy minél jobb erőben várják a meccseket. A csapat Alberto Salomoni vezetőedző irányításával nyitotta a felkészülést 2 hónappal az első bajnoki mérkőzés előtt. A címvédő csabai lányok nem vesztegették az időt, az új szakvezető irányításával gyorsan belevetették magukat a munkába. A felkészülés első 3 hetében a fizikai terhelés kapja majd a főszerepet. Különösen sokat fogunk dolgozni az edzőteremben, lesznek labdás gyakorlások is, de a fókuszban elsőként a fizikai felkészülés lesz. Azért dolgozunk majd, hogy minél jobb teljesítményre legyünk képesek, a lányok pedig ebből csak profitálnak majd, ezekben a hetekben sok alapvető gyakorlatot végeznek majd. A csapat egy része a válogatottban már dolgozott Alberto Salomonival, de voltak olyanok is, akik most vettek részt először az olasz mester tréningjén. Szerencsére a műtét jól sikerült, és egyből megkezdtem utána a gyógytornát, úgyhogy Timivel dolgoztam a nyár elején, majd áttértem a kondi edzésekre, úgyhogy most tegnap volt az első edzés, úgyhogy szerencsére semmi fájdalmat, semmit nem éreztem, úgyhogy jól sikerült. Én már vártam nagyon a közös munkát, nagyon sok jót hallottam a lányoktól, úgyhogy igazából azt tudtuk, hogy nem lesz könnyebb a munka, erre számítottunk is, de hát csak úgy lehet nyerni, hogyha keményen megdolgozunk érte. A liberóhoz hasonlóan Bodnár Dorottya is térdoperáción esett át. A center még a labdás foglalkozásokon nem vehet részt, de az edzőteremben már nagy lendülettel készül. Az elején elég szenvedés volt, hogy még nem tudtam járni sem az első pár hétben, de utána kezdődött a kemény munka már, gyógytornáztam a nyáron. Volt egy kis szabadidőm is igaz, hogy tudtam pihenni, bár sajnálom, hogy a válogatottban nem tudtam emiatt ott lenni, de most az egészség fontosabb volt, így sok edzéssel és még nagyon sok munkával fog telni. Teljes bedobással megyünk, szerintem mindenki. Vártuk már, hogy elkezdődjön a szezon és újra harcba tudjunk állni. Jelen pillanatban én még nem tudok majd így játszani, sok meló vár még rám, sok munka, de azon vagyok, hogy minél gyorsabban vissza tudjak jönni. Alberto Salomoni már a nemzeti csapat Európa-bajnoki felkészülését irányítja, Békés Csabai munkáját Leisz Máté és Kormos Mihály segíti majd. A friss igazolás Dobi Edina is a válogatottal készül, és már nagyon várja a bemutatkozást új együttesében. Én ugye sose zártam ki a hazatérés lehetőségét, eddig úgy gondoltam, hogy azért van bennem annyi, hogy még külföldön többet tudjak fejlődni, de azért bennem utózkált az a gondolat is, hogy ha esetleg egyszer hazajönnék Magyarországra, mert nagyon szívesen kipróbálnám itthon is magam, mivel hogy még nem játszottam, valószínű, hogy ez az egy klub jöhet nálam számításba, meg az a szint, amit a Békés Csaba képvisel. Én most sokkal jobban izgatott vagyok, mint bármelyik külföldi szezonom előtt. Én nagyon várom, meg nagyon kíváncsi vagyok, meg szeretném megtapasztalni ezt a Békés Csabai légkört, meg amit a szurkolók ugye leművelnek ezeken a meccseken, mert volt alkalmam kilátogatni már korábban is, és szenzációs hangulatot tudnak varázsolni. Az első felkészülési mérkőzéseket szeptemberben játssza a bajnoki címvédő Temesváron, de október első hétvégéjén Lengyelországban is pályára lép majd.
A felnőtt csapat mellett az utánpótlás sem pihen. Az U19-es gárda már szeptember végén elkezdi a bajnokságot. Nagy Attila vezetésével egy átalakuló gárda veszi fel a küzdelmet a végső győzelemért. A lányok az első héten még egy lazább programot csináltak végig, futás, konditermi és labdás tréningek váltották egymást. A klub egyik legerősebb együttese van kialakulóban, amelynek nagy része már hosszú évek óta Nagy Attila keze alatt pallérozódik. Ezt a korosztályt én 3 évvel ezelőtt kezdtük el kialakítani. Azóta dolgozok én a csapat magjával, van akivel ez már a negyedik, van akivel már az ötödik évünk lesz közösen, és ebbe a keretbe igyekeztünk olyan játékosokat hozni az országból, akik elhivatottak a röplabdázás iránt. Ugye a Béresre történetét, aki egy kicsit nyomon követi, az mindig azt láttad, hogy eddig azért voltak ilyen kiemelkedő csapataink, kiemelkedő korosztályaink, odafigyeltünk mindig arra, hogy egy pár év eltéréssel kövessék egymást ezek a csapataink. Ugye a legutóbbi úgynevezett aranygenerációnk, vagy az a generáció, amely nagyon híres volt az országban, ők a 96-os születésű gyerekek voltak talán, ugye közülük ugye ismertünk itt sokat, hát Szmélen Átára gondolok, vagy Bodnár Dorka, Nagy Viktória, és a következő a 2000-es volt, és most ez a 2002-2003-as csapat. A csapat egyik nagy erénye, hogy a mag egyben maradt. 10 saját nevelésű játékos alkotja a keret egyik felét, ráadásul több korosztályos válogatott fiatal is erősíti az együttest. Én már 5 éve röplabdázom, Miradalomics Andreánál kezdtem. Hát egy 3 éve, vagy 2 éve kerültem Attilához, és hát eddig minden a lehető legjobb. 3 új játékos érkezett Békés Csabára, akikről tudni kell, hogy nagyon ügyesek, és hát szerintem így megcélózzuk az aranyérmet idén. Rádi Boglárka már tavaly csatlakozott a klubhoz, a Jászberény szerelését váltotta a BRS mezére. Ebben az idényben 3 új reménységet köszöntettek a szurkolók Békés Csabán. Hoztunk játékost Balatonfüredről egy válogatott sportolót a Sebestyén Flóra személyében, Gödöllőről is van egy válogatott kistányunk, Stolár Szonya, és Kaposvárról érkezett a Héri Sári, aki egy korosztály idősebb, Ennél a generációnál ő azért került ide, vagy azért jött hozzánk, hogy egy előkészítő munkát tudjunk vele végezni. Már tavaly szerettük volna elhozni, akkor még a Kaposvárt választott, aztán egy év után úgy döntött, hogy mégis inkább hozzánk csatlakozni, és reméljük, hogy őt is majd hamarosan a felnőtt keretben köszönhetjük. A 14 éves Stolár Szonya Pest megyéből Gödöllőről költözött Békés Csabára azzal a céllal, hogy még jobb játékos váljon belőle. A fejlődésem szempontjából nagyon fontos volt, hogy a lehető legjobb egyesülethez kerüljek, ezért a Békés Csabát választottam. Úgy gondolom, itt a legnagyobb lehetőség Magyarországon a fejlődésre. Igen, ide költöztem Gödöllőről. Nem mondom, hogy könnyű, de próbálok beilleszkedni. Nagyon sokat játszottunk egymás ellen, és válogatottban is együtt vagyunk, szinte a csapat nagy részével. Elég jó a kapcsolat közöttünk, nagyon jó barátok vagyunk. A BRS szakmai stábja továbbra is azon dolgozik, hogy a felnőtt bajnokságban évről évre feltűnjenek olyan fiatalok, akikre támaszkodva az egyesület, a hazai és a nemzetközi porondon is meghatározó csapat maradjon, formálódjon. A korosztályos bajnokságban az előző évekhez hasonlóan az országos döntő és az éremszerzés lesz a cél. Ennek a keretnek a 2003-as tagjai még vissza fognak játszani a gyermekbajnokságba, az U15-ösök közé. A fő csapás irányunk az U17-es bajnokság, a serdülő. Ott én mindenféleképpen döntőt várok, és én ebbe az évben kitűztem azt, hogy aranyat kell nyerni a lányoknak, hogy valami extra motiváció, vagy extra célkitűzés is legyen. És az U19 az ifjúsági korosztályban, de még fiatalok vagyunk. A felnőtt keretben ugye van 3 ifjúsági korú játékosunk is, nem biztos, hogy ők fognak tudni játszani, ugye egyrészt a felnőtt csapat nagyon feszített programja miatt, másrészt ugye azért is, mert a nemzetközi mérkőzések sokszor egybe esnek például pont az ifjúsági bajnokság fordulóival, és hogyha az a szándékunk lenne, hogy játszassuk mondjuk a Petrenko Brigit, a Glemboszki Zórit vagy a Szedmák Rékát ebben a korosztályban, akkor ott elég sok csapattal kellene, akár nemzetközi szinten is megegyezne az, hogy elrakjunk egy meccset. Úgyhogy nagy valószínűséggel az alapszakaszban a felnőtt csapat játékosai itten nem fognak visszajátszani. Reméljük, hogy majd a rájátszásban meg a döntőben már tudnak majd csatlakozni ők is.
Az együttesnek még 4 hete van a felkészülésre, a bajnokság szeptember végén kezdődik ebben a korosztályban. Ez volt a BRSE TV 34. adása. Friss magazinnal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Addig is tartsanak velünk és szurkoljanak a csabai lányoknak. Hajrá BRSE! Viszontlátásra!